Vaságy, folyik az infúzió és a rock'n'roll. Az ország egyik legtapasztaltabb hosszú bajszú billentyűse, ki tudja, hol lenne már, ha nincs a színpad és a banda. A banda, amely 40 éve zúzza a rockot, akár csak a világ legnagyobbjai. Láttunk pár legendát túl a 60-on, ahogy 10 000-eket őrítettek meg. Szerencsére nálunk is akadnak igazi megszállottak, akik képesek hasonlóra. Meg sem tudják mondani, hogy mennyi színpadot láttak már. Annyi koncertet adott a Lord együttes. Egy remek hely, egy remek zenekar adott, és valószínűleg itt egy remek közönség lesz. Minden adott az, hogy egy jó buli legyen. 2012-ben a Lord együttes 40 éves. 40 éve a színpadon, annyi színpadon megfordultunk. Mi minden színpadhoz tudunk alkalmazkodni. A zenekar két oszlopos tagja ezúttal Budapesten egy rockpalotának is beillő helyen tart terepszemlét. Azt tervezik, ezt a klubot is megtöltik szombat este. Ez az egésznek ez a lényege itt végig. Magyarország egyik legkülönlegesebb bandája idén 40 éves. A tagok azt mondják, éveik súlya alatt nem roppantak meg, és erre több jó példa is akad a zenei világban. Talán a hűséges rajongók miatt él egy zenekar hosszú ideig. A világhírű nagy rockbandák majd mindegyike betöltötte már a harmadik X-et, a tagok pedig az ötödiket is, sőt. Az AC/DC, a Rolling Stones, a Kiss vagy a Deep Purple, ha nincs épp új lemez, akkor is rendszeresen koncerteznek. Mi több, 2 éve egy németországi fesztiválon két híres banda megmutatta, hogy a rock örök és megfér egy színpadon az AC/DC és Mick Jagger bandája. Nálunk azonban csak kevés csapat élt meg ilyen hosszú kort, mint a Lord. A zenekar végül is 1972-ben Szombathelyen alakult, és ez úgy is fog maradni, ameddig létezünk. Idén 40 éves a Lord együttes. 14 lemez, számtalan aranylemez és közönségdíj. Azt sem lenne egyszerű felsorolni, hogy a banda hányszor és hol lépett fel. Most újabb koncertturnéba kezdenek, 40. születésnapjuk apropóján. Lajoska Budapestről érkezik, Gyurik Lajos, Guido Falvi Attila Érdől, Török Józsi Szombathelyről, Erős Attila. A tagok csak úgy lazán, rokkosan nyomják, szinte mindenkinek van másodállása. Persze nem csak civil szakmákra kell gondolni. Magyarország egyik legjobb billentyűsét például nem csupán a Kártágóból, hanem dalszerzőként is ismerhetjük. 70 óta vagyok a színpadon, úgyhogy innentől kezdve ez azért nem kis rock and roll. Téhegesztő voltam a járműjavítóban. És aztán utána a rohanás a próbaterembe, igen, meg ilyen filléres albérletben laktunk. Tehát, ja, az jó. Figyeljben semmi gond nincs. Ha szereted azt, amit csinálsz, akkor az se gond, hogyha beton az albérlet alja, meg nincs melegvíz. Talán pont ez a feltétlen zene szeretet a titok, no és a hit a rockban és a közönségben. Eltelik egy csomó idő, és ezt nem úgy éled meg, hogy Jézusom mennyi idő eltelt, hanem teszed a dolgokat, és ha visszatekintesz, akkor az nagyon soknak tűnik, de úgy nem veszed észre, hogy ez ennyi év volt. Az évek múlását nem csak a loboncok fehéredése jelzi, ma már senki sem használ olyan technikát, mint az első lemezük kiadásakor. Hát most nem másolunk az ettát. Már kész kimented illatban. Volt egy kis pauze, 92 után úgy megállt az élet körül. Nekem nem volt, mert én vittem tovább más emberekkel, más tagokkal. Egy-két döccenő után úgy tűnt, megáll a Lord hintója, de aztán, ahogy a fiúk fogalmaznak, új időszámítás kezdődött. 2000 áprilisában a Petőfi Csarnok szabadtéri színpadán, hogy lesz egy-két koncert, és lehet, hogy vége. Tehát 12 év azóta, hogy egyfolytában megyünk. Nem szeretnénk beleragadni a, nem tudom, 70-es évek stílusába. A szombati buli előtt egy kis örömzene, ezúttal Sopronba jöttek össze az urak. A pincerok azonban megállíthatatlanul dübörög. Ez a 40 év a színpadon, lehet, hogy ez 60 is, érted? És akkor most jön a Horváth Pistnek a dumája, hogy Vaságy, folyik az infúzió, és rock and roll.